Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy kedvezményes Valentin-napi jóslás. Ebben benne van egy szerelmi kirakás és asztrológia az indiai számítás szerint, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját. A díjam 5000 forint. Ebben benne van mindkettő, a kirakás is és az asztrológia is. Ez a felvétel egy személyes jóslás Ivana számára. Kedves Ivana, üdvözöllek téged, ez a te videód, és én kezdeném a szerelmi kirakással. Bal oldalon vannak a te kártyáid, jobb oldalon pedig az ő kártyái. Ami itt középen bal oldalon látható, ez mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Az első képen látható egy ostor. Itt ostoroz téged valaki, és ez fáj. Itt vannak nehézségek. Szerencsére ott van a kasza, és a kasza ezt elvágja. Tehát ez befejeződik. Ezek lehetnek viták, veszekedések, nézeteltérések, de te elfordulsz ettől, és ez a mackó vagy medve mutatja az erődet. Te tudod védeni magadat. Őrizd meg ezt az erőt. Ez lehet egy belső erő is. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Jobb oldalon láthatóak az egerek. Ahol az egerek megjelennek, ott felfalnak mindent, és akkor ott nincs semmi. Mire vonatkozik ez? Az egerek mellett ott van ez a lovas férfi. Ez mozgásra utal. Mivel az egerek ezt eltávolítják, így most nincs mozgás. Lehet, hogy ő most visszahúzódik. De ez a lovas férfi lehet egy jó ismerős, vagy barát, vagy egy kolléga, egy férfi, és most nincs kapcsolat kettőjük között. A harmadik kártyán látható ez a lilium. A lilium utal tisztaságra. Ő valamit szeretne tisztázni veled, de jelenleg nincs mozgás. A lilium a Lenormand kártyában utal testi kapcsolatra is, és ez az ő vágya, de nem meri kimondani. Most megtekintjük a te gondolataidat, vagy azt, amiről el kellene gondolkoznod, mert ez történik a közeljövőben. Ott felül bal oldalon látható ez a torony. Ez utalhat hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági ügyre is. De a torony jelenti azt is, ha mi fogva érezzük magunkat, mert félelmeink vannak. És ha így van nálad, akkor keresel egy kiutat. A torony mellett ott van ez a fa, és utal egy helyre, ahol te legyökerezhetsz. Az lehet egy hivatás, vagy ahol élni szeretnél, de lehet a párkapcsolat is. Ez a kívánságot, hogy végre le tudj gyökerezni valahol. A fának van más jelentése is, és utal egészségügyi témákra. Ha én ezt összefűzöm ezzel a toronnyal,
akkor itt lehet erről a koronavírusról szó, ahol mindenki úgy fogva érzi magát, és vannak korlátozások, ahogy ez a torony mutatja. A harmadik kép viszont szerencsét hoz, mert ott látható a négy levelű lóhel, és utal április hónapra, hogy áprilisban vagy áprilistól kezdve javulnak a helyzetek. Most megtekintjük az ő gondolatait, vagy azt, hogy mire kellene gondolnia, mert ez fog nála bekövetkezni a közeljövőben. Ott fent jobb oldalon láthatjuk ezt a gyűrűt. Ez utalhat szerződésekre vagy házasságra. De a gyűrűnek más jelentése is van, ha valami vagy valaki visszatér az életben, vagy ő ezt tervezi, hogy visszatér hozzád, vagy ő szeretne, ha te jelentkeznél nála. Ő áll a középpontban, és mellette vagy mögötte van ez a csillagkép, ami szerencsét hoz neki, ami szerencsét hoz, és ő úgy gondolja, hogy lesz ez a kapcsolat, ahol ő boldog. Ez a csillagkép utal arra is, hogy megvan ez írva a csillagokban, tehát nem véletlen. Most megtekintjük a te titkaidat. Az jelentheti azt, hogy van valami az életedben vagy valaki, ahova nem akarsz most odafigyelni. Jelentheti azt is, hogy el kell, hogy titkoljad, vagy pedig azt, hogy később fog bekövetkezni, még nem látható, nem érezhető, tehát ez egy nagy titok. A te titkaid. Az első kép ott lent bal oldalon, a koporsó, azt jelenti szimbolikusan, hogy te lezársz valamit az életben. Mellette van ez a virágcsokor, egy kellemes meglepetés, ajándék, vagy egy meghívás, de jelenti a te szépségedet, a te kreatív munkádat is, és a harmadik képen a madarak azt jelentik, itt lesz mozgás, lesz egy jó hír, beszélgetések. Most megtekintjük az ő titkait, vagy azt, amit nem akar látni, vagy azt, amit eltitkol előled, vagy azt, ami később fog bekövetkezni, és még nem látható, nem érezhető, ez egy nagy titok. Az ő titkai. Az első képen ott lent jobb oldalon láthatjuk ezt a ravasz rókát. Valaki hazudik, vagy becsapja őt. Lehet, hogy ő ezt érzi, de nem akar odafigyelni. Az is előfordulhat, hogy minden olyan titokzatos, és ő ezt még nem látta át. A ravasz róka mellett ott van a hold. Az lehet az anyukája, vagy ha gyermekei vannak, akkor azoknak az édesanyja. De nem biztos, hogy így van, de előfordulhat. Mert a holdnak más jelentése is van, mégpedig jelenti az ő vágyait, reményeit, álmait, és miről álmodozik, azt mutatja ez a szív. A szerelemről álmodozik. Persze az is lehet, hogy vannak félelmei, és nem mer belépni egy párkapcsolatba, és akkor ez a róka arra utal, hogy rossz érzelmei vannak, és ezeken a félelmeken, bizonytalanságokon át kell tennie magát. Most megtekintjük azt, hogy mi köt össze benneteket. Itt te állsz a középpontban. Ez a férfi csodál téged. Szeret is, mert ott van nála az a szív, amit ő eltitkol. A későbbiek folyamán te fogsz döntéseket hozni, de biztos lehetsz abban, hogy nyitott lesz, szeretne valamit tisztázni, keresi a kapcsolatot, sőt, még az is lehet,
hogy kapsz tőle egy ilyen eljegyzési gyűrűt, ami persze házassághoz vezet. Most áttérek az asztrológia területére. A nap szimbolizálja a mi énünket, fellépésünket, kisugárzásunkat. Ha úgy képzeled el az életedet, mint egy színdarab, akkor kell ebben a színdarabban egy szerepet játszanod, és a nap mutatja, te vagy a főszereplő. Az ő színpadán természetesen ő játsza a főszerepet. A te horoszkópodban a nap a szűz jegyében található. A szűz jegye a föld eleméhez tartozik, és a föld eleménél reális dolgokról van szó. A szűz jegyénél van gyógyító hatás, gyógyító energia is, megvan ez a tehetséged. Azon kívül te szereted, ha minden rendben van körülötted. Az egyetlen hátrány, ha túl kritikus vagy másokkal szemben, vagy magaddal szemben. Az ő napja a bika jegyében található, ami szintén a föld eleméhez tartozik, így megvan köztetek a harmónia. Ő ügyel az anyagiakra, szeretni az életet élvezni, kell számára a nyugalom, és ami fontos a párkapcsolat területén, hogy ő úgy tekinti, vagy úgy szeretni, ha téged birtokába tudna venni. Előfordulhat, hogy féltékeny. Rahu, az a felfele mozgó hold csomó, egy kármikus csomó, és utal egy irányra, vagy egy életterületre, amit mi nem ismerünk. Rahu, ez a felfele mozgó hold csomó a bika jegyében mozog jövő év márciusáig. El fogja érni az ő napját, és lesznek nála kármikus témák, amikor keres egy új lehetőséget, vagy egy kiútat. Most áttérek a hold energiájára. A hold szimbolizálja az édesanyát, az anyai érzelmeket, de uralkodik az érzelmeink felett is, a vágyaink, reményeink és álmaink felett is. A te horoszkópodban a hold a rák jegyében van. A hold jól érzi magát itt a rák jegyében, mert uralkodik a rák jegye felett. A rák jegye a víz eleméhez tartozik, ami az érzelmekre utal. A te intuíciódra is. Mindig a megfelelő pillanatban, a megfelelő helyen kell, hogy légy, és te ezt érzed belülről, de akkor hallgass a belső hangodra. És ha így van, akkor itt kivirágzik valami, itt megszületik valami az életedben. Tehát figyelj oda az érzelmeidre, mert akkor mindig a jó helyen vagy a megfelelő időben. Az ő horoszkópjában a hold a szkorpión jegyében van. A szkorpión jegye szintén a víz eleméhez tartozik, megvan köztetek a harmónia, ami kihat az érzelmeitekre. Ő röviddel teli hold után született egy ilyen csökkenő hold fázisban. Kétó, a lefele mozgó hold csomó, ez egy kármikus csomó, utal a múltra, utal kármikus témákra. Idén, illetve még jövő év elején is, pontosabban 2022 márciusáig ez a kétó
ez a lefele mozgó holdcsomó itt mozog a Skorpión jegyében, eléri a holdját. Itt lesznek nála kármikus témák. Ő röviddel teli hold után született. És most áttérek a Vénusz energiájára. Vénusz bolygó jelenti a szépséget, a harmóniát, a művészeteket, de utal a mi nőiességünkre is. Azon kívül Vénusz bolygó a szerelem bolygója. A te horoszkópodban Vénusz bolygó a szűz jegyében van, utal az ártatlanságodra. Te, mint nő, inkább visszahúzódó és szerény vagy. A szűz jegye a föld eleméhez tartozik, tehát te szeretnéd a reális dolgokat átélni. Nem vagy álmodozó, hanem szeretnéd, ha a szerelmi élet területén minden megvalósulna. Szükséged van a biztonság érzetére. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó mutatja az ő jó ízlését, esetleg az érdeklődést vagy tehetséget, ami a művészi területet illeti. Azon kívül a férfiak horoszkópjában Vénusz bolygó mutatja azt, hogy mit várnak el a párkapcsolattól, vagy a partner nőjüktől. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó a kos jegyében van, ami a tűz eleméhez tartozik. Ez mutatja a bátorságot, a lelkesedést és a testi kapcsolatot is. Ő ezt várja el tőled, és te ehhez túl szerény vagy visszahúzódó vagy. Ez a kapcsolat kettőtök között egy úgy nevezett quincunx aspektus, ami bizonytalanságokra utal nem csak nálad, hanem nála is. De ez lehet érdekes is, mert ő olyan dolgokat tud számodra mutatni, amit te nem ismersz, és te neki ugyanezt tükrözöd. Most áttérek a Mars bolygó energiájára. Mars bolygó jelenti az erőt. Ez megvan nálunk hölgyeknél is, és szükségünk van rá, mert mi ezzel a Mars energiával bizonyítjuk be magunkat, azt is jelentheti, hova kell befektetni az erőnket, azon kívül kell védeni magunkat. Nálunk hölgyeknél jelenti a Mars bolygó a férfit, a lelki társunkat is. A férfiak horoszkópjában szintén az erőre utal, és mutatja férfiasságukat. A te horoszkópodban Mars bolygó a szűz jegyében van, tehát te a tettek embere vagy, van nálad ilyen gyógyító erő is. Ami a párkapcsolatot illeti, te elvárod, hogy a társadnál minden rendbe menjen. Az ő horoszkópjában Mars bolygó visszatekintő, ami uttal a múltjára, gyakran kármikus témákra, mindarra, amit átélt a korábbi életében. Mars bolygó nála a mérleg jegyében van, ahol Mars nem érzi jól magát, mert nem tudja magát bebizonyítani. Miért? Mert a mérleg jegye szereti a harmóniát. És amikor olyan helyzetbe kerül, amikor ő tényleg védi magát, az lehet, hogy később megbánja, és bocsánatot kér, mert ilyenkor van neki lelki ismeret furdalása, és ő mindenkinél jót akar tenni. Az is előfordulhat a mérleg jegyénél, hogy döntéseket kellene neki hozni,
ott van ez a mars energia, ami szeretné előre vinni az eseményeket, de nem tud lépni, mert állandóan mérlegeli a dolgokat. Ahol előnyös számára, az a művészetek területe, mert megvan a tehetsége, és oda be tudja fektetni az erejét. Akkor segít neki ez a Mars bolygó itt a mérleg jegyében. Mi a kapcsolat köztetek? A te Mars bolygód a szűz jegyében, az ő Mars bolygója a mérleg jegyében egymás mellett van, mert a szűz jegye és a mérleg jegye szomszédos. És pontosan így érzitek, mint jó szomszédoknál megvan a bizalom és ez a közelség. Ez segít nektek abban egy párkapcsolatot kialakítani, és ezt élni ebben a harmóniában. Kedves Ivana, így tudtam ezt a Valentin napi jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!